Elkezdődött a nyári szünet a Jaminai Baba Mama klubban is. A vakációs időszak előtt azonban méltó módon búcsúztatták az elmúlt szezont. A Baba Mama klub tagjai egy családi délután alkalmával látták vendégül a klub szervezői sok játékkal és előadásokkal. A mai nap a Mackó-Kuckó óvodásokkal fogjuk kezdeni, vagy a mai délutánt. Ők fognak egy kis műsort adni. Azután egy táncos torna bemutató fog következni, és ezt követően pedig szabad program. Ebben benne van az arcfestés, ami elmaradhatatlan, csillámtetoválás. A várjáték el szokott minden évben jönni, és hozzá logikai játékokat, vagy valamilyen játékbemutatót tart. Ezen kívül a kicsiknek játszószőnyeget hozunk mindig, a legkisebbeknek, hogy azon kívül, hogy vizsgálódnak a kis szemükkel és fülükkel és minden érzékszervükkel, játszani tudnak. Rajzolási lehetőség van, rajzolni tudnak a gyerekek. Most kitaláltunk egy vicces fotósarkot, különböző kis kellékeket gyártottunk, kalaptól a bajuszon keresztül a szemüvegig, és ezzel saját magunkat kidekorálva fotózkodni lehet. És uzsonnát szoktunk mindig szervezni. Igyekszünk egészségeset, hiszen védőnők vagyunk, ez nem mindig jön össze, de itt van az alma, a répa és a karalábé az ásványvíz mellett. Az óvodások bemutatóját követően sok játékkal, arcfestéssel és csillámtetoválás festéssel szórakozhattak a gyermekek. Részt vettél már valaha ilyen családi napon? És akkor, hogyha igen, akkor tetszett? Hát, nem vettem még részt. De az iskolai családnapon elmentünk Szegedre is, és akkor az nagyon tetszett. Mit tudsz, milyen programok lesznek itt? Hát arról tudok, hogy mi fogunk itt előadást tartani, meg lesz nekünk kiállítás, és itt lesznek még más programok, arcfestés, meg ilyesmi. A Jaminai Baba Mama klub is részt vállalt az adományozásban a Viharsalki Koraszülött Mentő Alapítvány számára. A kihelyezett gyűjtőládába várták a hozzájárulásokat. Az idén megpróbáltunk bekapcsolódni a Viharsalki Koraszülött Mentő alapítvány munkájába és gyűjtésébe, és ezért Abdul doktortól felvettük vele a kapcsolatot, és kihoztuk a ládát. Úgyhogy lehetőség van a jelenlévőknek arra, hogy adományokkal segítsék a mentőautó beszerzését. A nyári szünet után a klub ismét megnyitja kapuit a kisgyermekes családok számára, akiknek kikapcsolódási, beszélgetési lehetőséget nyújtanak, kézműves foglalkozásokat szerveznek, ismeretterjesztő előadásokat tartanak, és közös játékra biztosítanak teret. A klubot védőnők vezetik, így a gyermekgondozási nevelési kérdések megbeszélésére is lehetőség adódik.